Aláírásgyűjtést indított a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a földadó ellen. El a kezekkel a gazdák földjétől hirdetik, mert a földadó egy elfogadhatatlan teher, hiszen a gazdák megadóztatása forrást von ki az ágazatból. A földadó kapcsán felmerülő pluszköltség ráterhelődik az élelmiszerek árára is, ami végül a fogyasztók számára is hátrányos lesz, illetve az adó az európai és a nemzetközi piacokon versenyhátrányba hozza a termelőket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ egy petíciót indított annak érdekében, hogy a földadót megszüntesse. A földadó a gazdákat terhelő olyan plusz költség, ami egy indokolatlan terhet jelent az ő tevékenységük során. Versenyhátrányba hozza őket a nemzetközi és az európai piacokon lévő versenyben, továbbá hosszabb távon hozzájárul az élelmiszer áremelkedéshez is, amit a fogyasztók pénztárcája is érezni fog. Az agrárium a koronavírus alatt mindvégig erőn felül teljesített és teljesít a tavalyi aszályhelyzet dacára is, valamint a háborús szankciók hatásai mellett is. Ezeken a nehézségeken felül a földadó plusz teher a gazdáknak és a földtulajdonosoknak egyaránt. Az agrárium nemzet stratégiai jelentőségű ágazat, ezért meghatározó, hogy biztosított legyen a hatékonysága. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban megtapasztalt COVID-járvány okozta kihívások, majd pedig a tavalyi évben rendkívüli aszály, és most pedig a háborús szankciók által megemelkedett energiaárak következtében érkező kihívások az agráriumot olyan szinten leterhelik, hogy mindezek mellett még a földadóval is sújtják a gazdákat, az teljes mértékben elfogadhatatlan. A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is országszerte határozottan a gazdálkodók pártján áll, ezért is indítottak aláírásgyűjtést a földadó eltörléséért. Az online aláírásgyűjtés a www.agrárpetíció.hu oldalon zajlik. A petíció interneten keresztül aláírható, személyesen pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telephelyein a falugazdászok közreműködésével.